No, hallottak már ilyet? Az ember 77 termegyűt jagút, amíg összeketetést kap. No, hála az Edisonnak, kedves kisasszony! A felesége minden percbe várja, pardon! Maga még nincsen szénél, ugye kisasszony? Megvan! 72-72? 72-00 Maiernét, a bábát kérem! Tessék beszélni! De kedves kisasszony, nem jól tetszett érteni! Halló, itt Korn Maier, Szirnagomb és Hózunkrág elkereskedő, Angró! Kérem, Maier úr, hogyan? Igen? Halló, itt Korn Maier, Szirnagomb és Hózunkrág elkereskedő, Angró! Kedves Maier úr, hol van a felesége? Itt van, én a maga feleségét, meg a Maiernét, én Maier vagyok és pont! Elhiszem, hogy én Hosentrager kereskedő, de Maierné asszonyjal akarok beszélni, a feleségem tetszik tudni idéthezni. Mit hozom nekem a maga feleséghez? Menjen és keresse meg! Kisasszony, kérem, 52-00 Maierné asszony kérem! 52-42? Megvan! Kisasszony, maga sikert! Kisasszony, az Isten nyíló Isten bele! Halló, itt Braun Maier sajtva és szeralizált egy nagy kereskedő. Hogy a guta üsse meg azt a telefont. Hát kérem szépen, mi lesz? Halló, kérem, ne tessék gorombátkodni, mit parancsolunk? Kérem, bocsánat, én Maierné asszonnyal szeretnék beszélni. Nagyon sajnálom, a főnök úr már szalmazott egy hete. Felesége őmagysága nincs idehaza. Jól van. Hol van? Siófokon. Ródi Siófok, hallja, azt hiszem, hogy a körúti fürdő is megtenni őnagyságának. Hallja maga, ha gorombáskodni, akkor vegyen magának egy oldalt, és azzal gorombáskodni. Én magát egyszerűen lekötöm a telefonon keresztül, és pont. Ez egy kicsit, bizony Isten megőrülök. Megőrült, kisasszony! Kisasszony! Halló, halló, mi tetszik? Drága kisasszony, én oda vagyok, a feleségem fekszik, tetszik tudni. A mentőket parancsolja? Hallja maga közönséges telefonos kisasszony, maga én itt velem smantázik. Kérem szépen legyen, hogy szíves és köszön össze Maiernéval, mert a fejhez vágom a kagylót. Kikérem magamnak ezt a korombasságot, férfi létére egy nővel sokkal udvariasabb lehetne. Mi tetszik? 52-00 Maierné a bábát, kérem. Beszél értelmesen, megvan. Maga az Maierné, hálá legyen az égnek. Már egy fél órája keresem, a feleségem minden órában percben várandos. Jön azonnal, mit mond? Nincs ideje? Ma itt Royer Gatiber nevel. Mi lesz a feleségem? Azt mondja, hogy nincs más bába, mint hogy én még tavalyról tartozom magának gyerekszülésünk. Na hát nem egyeztünk úgy meg, hogy minden 5 évben fizetek. Hiszen tudja, kedves Maierné, hogy én magánál abonomátítok. Hát jöjjön, jöjjön, mit? Már nem kell meg, és ma itt Royer Gatiber nevel.